Táncosokkal telt meg vasárnap a Lauber Dezső városi sportcsarnok. A pécsi Fordán Táncklub idén rendezett már egy országos akrobatikus rock'n'roll táncversenyt, egy Fashion Street Dance magyar kupát, valamint egy félévzáró és egy tanévzáró gálát. Most a versenyévad 5. egyben utolsó megmérettetésén is színvonalas produkciókat láthatott a közönség. Sikeresen talpra álltunk, beindult az élet nálunk. Tényleg örülök neki, hogy szeptemberben nagyon sok fiatal választotta a pécsi Fordan Táncklubot. A versenyzőink eljutottak a területi versenyekre. Most éppen a magyar bajnokságról mondtak le, mert az utolsó pillanatban Balatonfüredről áttették Egerbe, és ezt ilyen rövidet nem tudtuk megoldani, úgyhogy ezt kicsikét sajnálom. De összességében egy elég pergő versenyév. Pécsi Fordan Táncklub egy visszatérő rendezvényéről van szó, hiszen egy évben kétszer követjük el ezt a Fashion Street Dance magyar kupát és minősítő versenyt. Májusban is volt egy ilyen, és most pedig gyakorlatilag 250 táncos fog szerepelni. Nagyon változatos és színes lesz a műsor, hiszen csapatbajnoksággal fogunk indulni, ez elég nézhető és izgalmas. Utána a Fashion Street Dance duók trió, aztán jönnek a legjobbak, a freestyle kategória, majd pedig a rock'n'rollosok versenyeznek a kezdőbek minősítésekért, és a régebbiek pedig helyezésekért, és a legvégén pedig az a közel 100 Fashion Street Dance táncos, aki a minősítésekor fog küzdeni. Barbara nem csak versenyzőként, hanem edzőként is szerepet kapott a versenyen. Igazából 6 éves korom óta akrobatikus rokizom. Véletlen az iskolában, még általános iskolában belecsöppentem, és azóta az életem része. Volt egy 3 éves kihagyás az egyetemi időszak, de aztán visszataláltam szerencsére. Igazából az a helyzet, hogy egyébként egy szétszórt személyiség vagyok, és nagyon, nagyon nagy odafigyelést igényel az, hogy össze tudjam fogni a csapatot, és tényleg minden egyes részletére oda tudjak figyelni és figyeltetni. Ami a legjobb, mert tudom, hogy milyen, aki szétszórt, és tudom, hogy mire kell külön odafigyelnie, úgyhogy ebben próbálom őket segíteni. Közepes formáció. Az első új koreográfiáját mutatja be, amit most velem tanultak meg. Úgyhogy a csapatbajnokságon ők indulnak, és egyébként mi meg hát egy elég törékeny, friss akrobatikás felnőtt formációval készültünk. Edina a kis formáció tagjaként lépett parketre. Minimum 2 évben már mi így kis formációként együtt vagyunk, viszont ugye most kiesett egy csapattársunk, ugye egy 3-4 hónapja, szóval egyelőre még próbáljuk felhúzni magunkat. A koreográfiát nem mondanám nehéznek, viszont az akrobatikákat igen, az nagyobb koncentrációt igényel. Én szeretnék eljutni az európai bajnoki címig, ugye nagy formációnk is van, így akrobatikus rock'n'rollon belül. Szeretnénk odáig eljutni mindenképpen. Először a Fordános csapatbajnokságot rendezték meg, mely egy visszatérő versenyforma. A lényege, hogy egy csapatban szerepel rock'n'roll és fashion street dance formáció, valamint egy fashion street dance duó. A nevezett 4 csapat küzdelmei egyenes kieséssel zajlottak. A selejtezők után először a 3. és a 4. helyezés sorsa dőlt el, majd pedig látványos döntő zárta a CB-t. Ezután a fashion street dance duók és triók következtek a mini kategóriától egészen a felnőtt táncosokig, összesen 21 egység mérte összetudását. Majd a kezdő rock'n'roll táncosok minősítő rendszerben versenyeztek, míg a régebbi rokisok a helyezésekért táncoltak. Hasonló rendszerben léptek parketre a fashion street dancesek is, nagyrészt a 2. és 3. vonalból. A leglátványosabb kategória pedig ezúttal is a freestyle volt, ahol a klub régebbi táncosai versengtek a magyar kupáért.